Szóval, egy szép meleg nap van. Magasan tűz már a nap, olyan jó 10-11 óra magasságában, amikor is a szép kis városa, nem kicsi, viszonylag nagy városa, Nagyhának, hát már igazán van rendben üzemelés. A vásárok kinyitottak, az üzletek úgy szint, és megtelik a város mindenféle emberrel. Diákok mennek jobbra-balra, hétvégi nap van, és így éppen mindenki pihen. A mai nap viszonylag ünnepnap, olyan szempontból, hogy nem csak egy jó idő van, de jelenleg béke is van. Jelenleg a hadurak közül senki sem áll mással a háborúban, csak is szépen mindenki a saját területét igazgatja. Mondja, Nörli! Csak nálam bugyog most a Gábor hangja? Igen, én enyhén víz alól beszélsz. Ha most beszélek, akkor jobb? Igen, most jó. Valamivel igen. Oké, szuper. Na, tehát akkor még egyszer. Tehát szép az idő, jó az idő, mindenki örül, boldog, nagyjából ünnepnap van, mert nincsen háború senkivel sem. Az utolsó nagyobb konfliktus az nagyjából 3-4 hónappal ezelőtt volt. Haragudj, most a probléma az, hogy hogy a pólót hozzásurrog, az hallatszik. Jó. Ha most így fogom, az jó. Tökéletes. Köszi. Várjál, kipróbáljuk, mi van akkor, hogyha csinálok egy ilyet. Most így jó? Igen, legjobb. Ja, most a legjobb, igen. Ideális. Nagyon szuper. Tehát akkor harmadjára is nekifutunk. Tehát, szép idő van, jó idő van, nagyjáboli ünnepnap van, ha valamelyikőtök felteszi a kezét, oda megyek és letöröm. Azon felül, hogy ilyen jó idő van, és ünnepnap van azért, mert jelenleg senki nem akar megölni senkit, ennek ellenére azért természetesen a hidegháborús állapotok megvannak. Egy bérgyilkosság erre, egy tervezés arra, kisebb-nagyobb paktumok a háttérben, ezek mind köttetnek igazániból. A nagy H is tervez, és történetesen veletek tervez. Az erre való igényét azt eléggé egyértelműen ki is fejti azzal, hogy ezen a szépséges neves reggelen mindegyikötöknek az ajtaján jó pár őre, akik hosszú vörös köpenyt viselnek, és hát eléggé marcon a sisakos alakok láncsával és pajzsal, nagyjából rátok rúgják az ajtókat, és hát kijelentik, hogy a nagy H hivat benneteket ebédre, és nem illik késni. Úgyhogy ez a része, úgymond a bejelentkezésnek, ez eléggé evidens. Az, hogy a többiek jönnek, arról nem tudtok semmit, csak azt, hogy a nagy H hivat, úgyhogy a nagy H hív, akkor menni kell. Ez nem is kérdés ilyen szempontból. Az viszont már jobban kérdés az én részemről, hogy esetleg van-e valami, amit még előtte szeretne valamelyikötök csinálni a városban? Nem, én meg vagyok. Én örülök, hogy ingyen lesz az ebéd, úgyhogy csak lájtosan reggelizek. Jó. Én csak úgy körbejárok a városban, és köszöngetek az embereknek, akik fel is mennek. Jó, igen, mert te ilyen népszerű lélek vagy, hát természetesen. Igen, jó, hát a fiúk akkor a legrövidebb úton, még Sunny pedig a leghosszabb úton közelíti meg a nagy hápalotáját. Hogyan kiléptek igazániból, a város, ez egy viszonylag síkabb hegy tetőn van rajta, nem is hegy, inkább domb, és ennek a magasságát tekintve domb, úgy értsük, ennek a dombnak az oldalában vannak siklók, amik nem a siklo, ilyen repülősiklóernyő, hanem az a fajta sikló, ami itt is a budavári palotában van. Ezek a siklók szállítják föl le az embereket. Fingotok nincs, hogy működnek. Senki se tudja, hogy működnek, csak működnek. És ennek mindenki örül, mert így nem kell megmászni a hegyet. Állítólag, ti erre nem emlékeztek, de amikor először a nagy H ide jött, akkor még nem működtek, és a nagy H intézte el, hogy ezek működjenek. Nem tudjátok, hogy hogyan. Itt a felsőváros, igazániból ez egy ilyen, hát inkább fellegvárnak, vagy citadellának szokták csak hívni, itt van egy hatalmas nagy fehér épület, gyönyörű szép oszlopsorral az elején, és ez a nagyhának a palotája, ami benneteket is várnak. Az alsó városban, ami lent van, ott tartják a vásárt,
és rengetegen jönnek és mennek itt oda-vissza. A felső város az nincsen semmilyen fallal körülvéve, az alsó viszont az állig van fegyverezve, igazából minden irányba. Vannak olyan fegyverek, amelyeket fölismertek, és vannak olyan fegyverek, amikre azt gondoljátok, hogy fegyverek. Az sem biztos, hogy fegyverek, de jó esélye olyan dolgok, amik hasznosak lehetnek, hogyha esetleg a várost ostrom alá vennék. Legalábbis ti így gondoljátok. A város körül igazániból szép, hát kicsit ilyen lonkás, dimbes, dombos, lágy erdős a terep, nincs semmi speciális. Az fontos viszont, hogy keletről, ez egy kikötőváros is, tehát itt jönnek, mennek adott helyzetben hajók, ezek vitorláshajók, jó? Tehát, hogy ez nem a hatalmas nagy tankerhajó, ami ma megy, hanem szépen nagy vitorlásokról beszélünk, amelyeket vagy a szél, vagy pedig evezősök hajtanak meg. Ezen felül itt fent épül a városnak a állítólag van itt egy védőszent ennek a városnak. Nem tudjátok pontosan, hogy kicsoda, vagy micsoda. Gyakorta az isteneknek nevei sincsenek. Csak azt tudjátok, hogy vannak a nagy istenek, akik vigyáznak rátok, és mutatják nektek az utat. Rengeteg helyen... Abszolút. Meg téged halhatatlanná tesznek, teljesen egyértelműen. Sőt, amit tudtok, az az, hogy rengeteg helyen vannak kisebb-nagyobb oltárok, amikkel nagyon-nagyon aktívan igyekszik mindenki áldozatokat bemutatni. Ez főleg ételformájában történik, adott helyzetben különböző tárgyak formájában, de az étel a leggyakoribb, amit felajánlanak. Az agrikulturálisan erőteljes város az, amiről beszélhetünk itt, úgyhogy ez az, amiből a legtöbben tudok feláldozni ténylegesen a napi betevőik közül. A felső citadella ezen felől itt épül ennek az istennőnek egy szobra, ebből még nincsen meg sok, igazándiból nagyjából így ilyen térd comb magasságig tartunk, és ez egy valamilyen női alak lesz, eddig ennyit lehet tudni, és ez különböző páncélokkal van lefedve, de tényleg úgy néz ki, hogy ez valamilyen harcias amazonnak fog kinézni. Mondjad, Mörni! Eddig az elkészült lábi alapján ez egy jó nő lesz? Pontos, hogy el tudjam képzelni a várost, hogy Jó nő lesz, jó? Jó nő lesz. Akkor jó ízlésű emberek vannak ott a városban, oké. Igen, igen, ez egy jó nő lesz, abszolút. Van rá esély, hogy Stanninak van ekkora személyi kultusza? Szerintem ekkora egója még Stanninak sincsen, bár azért valahol már verdesi ezt az egészet. Amikor hallottál róla, hogy szobrot fognak emelni, akkor úgy voltál vele, hogy hát egy nőről, hát akkor ki más lehet, ha nem te. Hát ilyen nincsen, csak te lehetsz az, akiről szobrot emelnek. Aztán, amikor megláttad, hát neked ennél ilyen finomabb lábaid vannak, nem ilyen izmos. Úgyhogy, fura. De el tudom képzelni, hogy megfordult a fejedben, hogyha istennőről csinálnak szobrot, akkor modellszálsz neki, na. Valakiről mintázni kell. Hát bizony. Abszolút. Jó, rendben van. Annyi a kérdésem, a Sunny, dobjál már nekem létszős egy 20-adó kockával. 2-es. Jó, oké. Ahogyan szépen végig sétálsz a városban, le is mész, vagy csak itt fönt a fellegvárban? Csak itt fönt. Uh-huh. Ahogyan kimész a keleti kilátó standhoz, látod, hogy vagy jó 10-20 hajó éppen jön be és dokkolnak. Közülük több hasonló vitorlát hoz jó eséllyel, ugyanazokból a kereskedő családokból származnak a kapitányaik. Egy vak ember bottal kopogtatva maga előtt, és egy kicsi fém bödönt csörgetve így lépdel oda közelebb hozzá. Csak egy pár garassal, kisaranyom, csak egy pár shinyval, csak egy kevéssel. Hány? Mennyi van? Mennyit van? Nem beszéltük meg, vagy nem emlékszem. Azt hiszem, hogy 8-at kaptatok alapból, és... Igen, a jackeknek 8 van. Hó kapott még rá. Nekem csak 5 van.
5 csípcsontom van. Mindig fontos, hogy jók legyünk embertársainkhoz. Csing! Jó. Te, hogy cseng az alján, hogy a bejtön, a jó Istenek, fizessék meg magának. Köszönöm szépen. Látod, hogy óvatosan odébb bugdácsol. A lépcsőn, van kettő ilyen lépcső, azon majdnem le is esik. Szerencsétlen. Úgyhogy de tényleg ilyen botorkálva megy előre. Nem tudod, mi lehette, de tényleg abszolút az a teljesen vak, aki azt se tudja, hogy mi merre van köbben. Jött oda hozzád. Fura. Ki tudja. Azért úgy megcsörgetném az acskomat, hogy mindegyik benne van-e még. Nem lopott el semmit. Jó. Minden megvan, ne aggódj. És én, hogy végignézzel rajtad, az öreg az tényleg semmit nem lát. Tehát abszolút lövése nincs az egészről. Szerinted nagyjából mostanában vakulhatott meg? Vagy nem régiben, mert különben már azért rutinosan mozogna. Legalábbis ennél biztos, hogy rutinosabban. Úgyhogy, de látod, hogy ilyen nagyon szakadtas gúnyája van, tényleg ilyen moslékba fetrengő, és ez a klasszikus. Nem olyan szagos, de azért nem is kellemes mellette állni. Tehát, hogy tényleg ez a fajta. Úgyhogy, és ilyen óvatosan botorkálva így halad a szélén itt a citadellának körbe tovább. Uh-huh. Úgy. Jó. Oké. Okay. Ha nincsen más, akkor igazániból te is összeszeded magadat, és akkor elindulsz a ebéd lakomára igazániból. Jó. A palotának a kapujában találkoztok minden hárman, ahol is az oroszlános őrök állnak már. Mindegyiknek a pajzsán egy ilyen oroszlán fej van rajta. Jó nagy vaskos bronz pajzsokról beszélhetünk. Ugyanígy bronz lágyzsákkal. Vörös köpenyesek állnak ott. Egyikük leveszi a sisakját, közelebb lép hozzátok, hogy a főnök már várja magukat. Nyisd még! Hát az ajtóra szerint nem tudjátok pontosan megállapítani, hogy milyen magas, de legalább 40 méter magas, és jó 12 méter széles. Hatan tolják ki az ajtót, hogy tiszta legyen. Ingatok nincs, hogy milyen anyagból, irgalmatlan nagy. És halljátok, hogy az egyik sarka az így leér a padlóra, és így nyekereg rajta vége, hogyan felkastolja a márványt, amiből van jó eséllyel a padlózat. Annyira szívesen segítenék nekik, hogy könnyebbé tegyem azt az ajtót, de sajnos még nem tudom uralni annyira a gravitációs képességeimet. Hát, szedd az. Minden esetre kinyitják. Bentről ilyen nagyon-nagyon édes szag jön ki, de azonnal ilyen mézédes szag. És ez a tíztő beljebb is kísér benneteket. Oszlopcsarnokban találjátok magatokat itt bent, már voltatok itt bent egy párszor, de azért még mindig lenyűgöz a monumentalitása az egésznek. Balra és jobbra a falakon különböző kisebb-nagyobb szobrok vannak, illetőleg valami furcsa ilyen lámpa égő sorral van kirakva több pontján az egész, amiknek így futnak végig a fényei. Tehát nem konstans világítanak, hanem mindig az, egyszer az egyik, aztán a másik szín világít körbe. Ahogyan bejjebb sétáltok az oszlopsoron keresztül, látjátok, hogy itt van egy darab hatalmas nagy asztal, amin vannak különböző ételek kikészítve. Ez nem a tiétek, ez a őrségnek az ebédje. Mondja is nektek a tiszt, és ezzel a lendülettel hátra kísér benneteket egy kisebb folyosón. Itt van egy lépcső, ami vezet balra, a mélybe, ott még nem járt egyikőtök sem, és azt tudjátok is, hogy ide nem is szabad lemenni, tehát az egy ilyen tiltott része a palotának. Ahogyan tovább visz benneteket, igazániból elérkeztek egy szobába, itt meglehetősen hűvös van amúgy, az egész épületben, tehát hogy ez itt ténylegesen hűvös van, és itt nagyon-nagyon jó illatok vannak. Tehát ha valamelyikőtök egy kicsit is éhes, hát azt eltalálták. Tehát ami
ételt el tudsz képzelni, az van. Tényleg van. És képzeld el azt, hogy van egy óriási nagy asztal, vagy 40 méter hosszú, 6 méter széles, és ez csurig van rakva mindenfajta élelemmel. Ahogyan beléptek, ez nektek így balra átlóban van, és így átlósan lehet látni, hogy több ponton ülnek az asztalnál, 8-10 nagyjából, és nem esznek, csak beszélgetnek. A tiszt mutatja, hogy csöndben kellene maradni, és egy ilyen félkörben így kerültök. Itt is oszlopsor van a két szélen, de középen egy ilyen nagyobb nyitott rész van. Sőt, a tetőt látjátok, hogy ott meg is van nyitva, és ott jön be fény föntről nyíregyenesen. Ahogyan kerültök, látjátok, hogy különböző díszes öltözetű emberek vannak ott, férfiak, nők vegyesen az asztalnál, és éppen az egyikük magyaráz arról, hogy ez nem az utolsó alkalom volt, hogy ilyesmit csináltál. Most őszintén, figyelj, nem akarok bunkó lenni, de mi lenne, ha csak egy icipicit visszavennél ebből a tahó stílusodból, és akkor mindannyian csak így békében el lehetnénk, most őszintén muszáj ezt csinálnod? Egy hölgy, aki tőle balra ül, akasztja meg. Az én népem minden egyes nap szenved a te marhaságaid miatt, és azok miatt az idióta döntések miatt, amiket tavaly csináltál. Lehet, hogy annó a feleséged voltam, de attól még nem beszélhetsz velem így. És ismerhetjük őket egyébként, vagy így rálátok? Nézitek, nem igazán, egészen nem odáig, amíg az egyik férfi meg nem szólal. Nos, a családi perpafalc, hogyha félrerakjuk, hölgyeim és uraim, akkor megegyezhetnénk szerintem abban, hogy ezt a meetinget felbehagyjuk, és azzal a lendülettel mindannyian csak elmennék ebédelni, úgy mindenki nagyobb nyugodtabban lenne. Ezt te felismered. Ez a persze. Jó, akkor én szeretnék a lehető legfeltűnésmentesebben így kikerülni látótérből, vagy... Nem látnak benneteket, nem látnak benneteket. Aha. Ugyanis mindegyik a nagy hát figyeli, aki az asztal főn, úgy vegyétek, hogy van egy ilyen hatalmas nagy ilyen emelvény, aminek ilyen óriási karfái vannak oldalt, és erre van egy brutálisan nagy babzsák berakva. Ebben van a nagyjából 2,80 m magas kigyúrt izomkolosszus, akinek a jobbján fekszik egy pucérnő, és a bal oldalán pedig valami fegyvernek látszó tárgy. 2,80 m? Igen. Nagy H, nagy. Hát, ő a nagy H. Na most, ahogyan befejezi a persze, megszólal. Igaza van. Szerintem mindannyian csak menjünk össze, majd beszélünk. Elgondolkodtak azon, hogy érthető-e az meg, amit beszél néha, de így szépen bólogatnak többen, és hát ilyet még életetekben nem láttatok nagyjából. Az emberek egy pillanatra így felfénylenek, és így eltűnnek. Ilyet már láttunk, hogy így eltűnik? Uh-huh. Ilyet még nem láttál. Mindig kötök így össze is néz, hogy mi a franc. Elképzelni, nem tudjátok, hogy mi van. Én egy kicsit felélegzek, hogy nincs itt mindenki, akit valaha megkárosítottam. Én is felélegzek, hogy nincs itt persze. Én meglepődök, hogy én hasonlót én is tudok. Csak hoppá! Itt te felkenődnél a falra, nem? Hát itt fel. Abszolút. Jó. Akkor én odafordulok Hókhoz, hogy te láttál már ilyet? Soha, de reméljük, hogy többször nem kell. Eltelik egy 5-10 másodperc, amíg különböző ilyen morgás hangokat lehet hallani a nagy hely irányából, és az oszlop takarásából a tisztelő lép, kihúzza magát, és megszól, hogy uram, a kívánt vendégei megérkeztek ebédre. Ja, hol
hozzad őket, hozzad!